Most vagy soha. Érzem ezt a momentet. Most vagy soha. Kegyenki! Na tehát itt vagyok a Set Dead of Night-tal, és most vettem fel a rantot. Úgyhogy... nem tudom. Szerintem jó lesz rá a fogadtatás, mert megmondom az őszintét, sokat dolgoztunk rajta, hogy jó legyen. És szerintem eléggé jó lett, és láttátok, hogy miért is gondoljuk úgy, hogy mi nekünk van igazunk. Úgyhogy setupolnom kell a Rivatunert újra, mert valamiért nem működik. Jó, na tehát itt vagyunk úgy, hogy most már nem laggol a játék. És akkor fejezzük be az Dead of Night-ot. Remélhetőleg. Tehát Jimmy azt mondta nekünk, hogyha meg szeretnéd tudni, hogy hol van Hugo, azt hiszem, akkor menjünk le a földszinti emeletre. Jó. Mi lenne, hogyha nem felejtettem volna el egy rand videótól az egész hotelnek a felépítését, az nekem például kifejezetten tetszene. Jó. Jimmy szerintem nincs itt. Nagyon-nagyon remélem, hogy nincsen itt. És akkor tehát annyi lesz, hogy... ja igen, azt meg el szeretném nektek mondani. Így még így videó elején. A következő játék, amivel fogok játszani a csatornán, ha befejezem ebben a részben, hanem, de be szeretném fejezni ezt. Ha befejezem, hanem, a következő játék, ami lesz holnap, ez nem más, mint a... The Outlast. Outlast 1, Whistleblower és a 2. Sorban, mind. Úgyhogy készüljetek fel, ez egy hosszú út lesz. Azt meg ki szeretném jelenteni, hogy soha nem játszottam az Outlast-tel. Ez mögött volt! Jézusom. Tehát, soha nem játszottam az Outlast-tel. Úgyhogy nem tudok róla semmit. Annyit tudok, hogy egy mentál asylumben vagyunk gyakorlatilag, és egy író vagyunk. Egy journalist. És oda mentünk be infókat gyűjteni, és annyit tudok az endingről, hogy elvileg túléljük? Nem tudom, mindegy. Nézzük meg először, ne haladjunk annyira előre, nézzük meg az Dead of Night-ot. Cement mixer. Hogy mi? He burned out. But the fire has been burning down the halls for centuries. Én nem lehet előre menni. Clearing the way. Lighting the darkness. Laying waste to the old and the poor and the weak. And it's burning in you too, Maya. I can tell. We are destined to be together, you and I. Jó. Arról szeretnék egy szót említeni, hogy nagyon-nagyon idegesítőnek találom azt, hogy... Okay. Idegesítőnek találom azt, hogy késik a szöveg. 5 deadlock kulcs és 5 barát. Az 5 spirit. A 3-as szinten voltak ajtók, amiket nem tudtunk kinyitni, azt hiszem. A játék itt fog menteni utoljára. Most meg kell mentened a barátaidat, de hogyha meghalsz, game over van. Oda kell menni, ahol meghaltak, vagy oda, ahol vannak zárt ajtók? Azzal tisztában vagyok, hogy a 3-as szinten voltak ajtók, amik nem nyíltak ki. A 3-as szinten nekem voltak ajtók, amik nem nyíltak ki. 5 deadlock kulcs. Jó, ez tetszik ez az ending, viszont nem tudom, hogy mennyire... fogom élvezni azt a részét, hogy meghalsz és egyből vége, ugye?
Én nem szerettem ezt a FNAF Security Breach-ben sem, de itt van neki értelme, szerintem. Tehát, menjünk sorba. Ez az ajtó, ez kinyílott valószínűleg. Jó, inventory. Inventory. 303, 306, 121, 120, 2, 121, 111, 210. Tehát, mit keresünk? Mária! 303, 306. Ez nem éppen a jó szoba. Na most, hogyha errefele jön, akkor hatalmas nagy baj van. Tehát van egy normális lezárása ennek a játéknak. Na, ez tetszik. És nagyon-nagyon remélem, hogy vissza lehet jönni arra a save pointra, ahol megpróbálhatunk újra. Újra ezt csinálni, mert ez biztos, hogy nehéz lesz szerintem. Mert eléggé agresszív, Jimmy. Jó, ez endingként egy játékhoz, ez nagyon tetszik. Bosszú utánunk és kiszabadítjuk a lelkeket. Időre megy egyébként, mert kattog egy óra a háttérben. Ez azt akarja szimbolizálni, hogy fogy az... Tehát, hogy... Megy az idő azon belül, hogy én nem mozgok, vagy pedig azt akarja szimbolizálni, hogy időre megy. Kimerjek-e menni? Annyira félek most ettől a permadeath-től, hogy jó, menjünk ki. Szerintem ennek itt vége van, srácok. Nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb döntést hoztam. Praying emoji. Nem. Unlucky vagyok. Nagyon-nagyon unlucky vagyok. Most, hogyha észrevesz, akkor iszonyatosan unlucky vagyok. Jó. Jó, lenyugodhatunk. Jó, lenyugodhatunk ténylegesen. Akkor, amiközben végzünk a játékkal, aközben akkor szeretnék arról beszélni egyébként, hogy véleményt. Az ára a játéknak azt hiszem 12 euró, 15 euró, tudom, hogy menj fölfele az euró, nem tudok vele mit kezdeni. Annyi a lényeg, hogy az árát szerintem simán megéri. A játék nagyon-nagyon tetszett. Mind gameplay szempontból, mind programozó szempontból, mechanikailag, mert lenyűgöző. Tehát elhinnétek-e, hogyha azt mondanám, hogy ebben a játékban ez a játék, ez elvileg nem egy tradicionális játék engine-en fut. Tehát ez a játék, ez nem 3D modellezett. Ez videóklipekből áll, ami lenyűgöző, mert iszonyatos, tehát azt jelenti, hogy ezek a helyek, ezek léteznek, ezeket felvették videóra. És ez hihetetlen nekem. Biztos, hogy van benne valami alap, szerintem. Tehát valami alap geometria, ami alapján eldönti, hogy mi hogy néz ki. Ugye nem? Jó. De tényleg, technikai szempontból is lenyűgöző ez a játék. És a jumpscare-ek. Megmondom az őszintét, nem volt eddig szerintem olyan játék, ahol ennyiszer ténylegesen megijedtem. Tehát ténylegesen úgy voltam vele, hogy bruh. Így voltam vele. Ez a játék, ez ténylegesen minden egyes jumpscare-t, amit kaptam szerintem, hirtelen jött. És... Jimmy hit you for the last time. Your escape ends here, but you can always try again. Oh. Hova rak vissza a játék? Százas. 111, 121. Jobbra van egy és balra van egy. Jó, kezdjük lentről és menj, mozogjunk felfele. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem állt el a mikrofonom, mert ahogy hallottátok, olyan szinten megijedtem, hogy eléggé agresszívan hozzávágtam a fülest a mikrofonhoz. 111, 121.
Miért lenne itt? Amúgy egyetértek, miért lenne ott, ahol vagyok? 107. Száz, tizen, egy. Jó. Megtaláltunk egy spiritet. Elvileg. Tehát most a spiriteket mentjük ki egyébként, igaz? Az ki. Rose? Ez tetszik, ez az ending. Ez nagyon-nagyon tetszik, viszont tudom, hogy nehéz lesz. 111 kiveséztük. 121. Szerintem kimehetünk, sarokban vagyunk. Get to the elevator as quickly as you can. Ja. Four more friends to rescue. Tisztában vagyok vele. Hova kell mennünk? Nagyon-nagyon rossz a memóriám. 121. Tehát, ez egyébként Aminek a lelke volt, vagy Rosie? Ugye nem lesz itt valahol. Száz huszonegy. Jó. Émi? Get to the stairs as quickly as you can. Three more friends to rescue. Jó. Kezdjük megbosszulni a lelkeket, úgymond. 121, 111, 210. Én szerintem a kettes floort akarom utoljára hagyni, mert ott csak egy van. 303, 306. Az a harmadik szinten ugyanabban az irányban van, hogyha jól emlékszem. 303, 306. Szerintem kimehetünk. Remélem, hogy nem teszek rossz döntést. Jó, itt tényleg nagyon-nagyon kell hallgatni. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezt végig tudom kommentálni, mert iszonyatosan figyelnem kell a hangokra. Miért tart ennyi ideig, Ali? Gyere már! Hármasra menjünk. 303, 306. És utána 215, azt hiszem. 303, 306, jó. Elmegyünk valamerre. 303. Mind a kettő ebben az irányban van. Fantörpikus. Háromszáz egy. Jó. 307. Ja, azt is hallottam egyébként kommentekben, hogy ezek a szobák, ezek elvileg random generáltak, hogy hol vannak, és azt mondta nekem valaki, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy közel vannak egymáshoz. Mert ezek elvileg spannolhatnak a hotel totál össze-vissza másik felén. Ja nem, hülye vagyok. Nem a szellemek lelkeit izéljük most meg, hanem ezek a mi barátaink. Ezek a mi barátaink, akikkel a játék elején beszéltünk. És azt mondták, hogy idejöttek ebbe a hotelba, aztán elment az adás.
Tehát teljes kört leír a játék. Visszatértünk oda, ahol elkezdtük a barátainkkal. Ez kemény. Na így kell csinálni egy endinget. Get to the elevator as quickly as you can. Jó, two more friends to rescue. Kíváncsi vagyok, hogy utána mit kell csinálnom, hogyha megcsináltuk. Ezek a sikítások, ezek azt jelentik, hogy rosszkor küldtem ki és meghalnak, vagy... Háromszáz hat, utána meg 2-10. Nézek egy 5 szekig. Akartam, pont most akartam kiklikkelni és azt mondani, hogy jók vagyunk. Most akkor egy ideig nem tudunk sajnos kimenni. Jó lenne, hogy elmenne balra, jó. 306-210. Bocsi, hogy ezeket mondogatom folyton, de ezeknek bele kell menni a fejembe, mert hát ezt kell csinálnunk most ugye. 306-210. Jó, távol van. 306. És utána 210. Rendben. Itt van még egy barátunk. Tehát egészen eddig itt voltak egyébként a barátaink. Csak nem tud, mi van nálunk? Ez egy dezodor volt. Get to the stairs as quickly as you can. Néhány embernek a stairs-et mondja néhánynak meg az elevétört. One more friend to rescue. 210-es szobában van még egy barátunk. Sarokba vagyunk, úgyhogy nem jöhet szerintem Jimmy, logikusan beszélve. Sarokban legalábbis én azt mondanám, hogy kicsi az esélye, hogy jön. Mert nem hiszem, hogy a sarkaknak vettek fel mindegyiknek külön egy klippet, ugye? 210. Az? Jót mondok egyáltalán? 210, nehogy rosszán menjen bele a fejembe. Jó, most mindenképpen a lifthez kell mennünk. Na ez intense. Na ez egy jó játék ending. Ez egy jó horror játék ending. Kérlek, ne rugrám! Kérlek, ne rugrám! Annyira közel vagyok! Szívem az most így... Jó. 2-10. Megvárom, addig kijelzi ez a szutyok, hogy biztonságban vagyok. 2-10. Én rá fogok keresni erre a cégre, aki csinálta ezt a játékot, cég vagy indie game, szerintem. Úgyhogy rákeresek arra az emberre, aki a fő ember volt ebbe. És fú. Írok neki egy köszönő levelet, mert ez egy jó játék volt. Próbálom azt hallgatni, hogy kiabálna esetleg. Tudjam, hogy távol van, hogy mehetünk ki, de nem hallom. Nem hallok kiabálást. Nem hallok kiabálást sajnos. Most vagy soha! Érzem ezt a momentet, most vagy soha! Kegyen ki! Nem hiszem el, a végén! A végén! Újra! Nézzünk csak ki! Jó, 121. És széfek vagyunk, egyelőre.
Hát ej, hogy a jó Isten? Utolsó. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem kell többet megpróbálnom, mert már egy ideje veszek videót, és nem lesz időm megvágni mind a kettőt, hogyha most nem végzünk ezzel. Úgyhogy... Get to the stairs as quickly as you can. Mindenkit megmentettünk. Find the exit. Gondolom a ground floor legfelső, legelső, tehát ground floor és a főbejárat, gondolom az exit. Vagy az, vagy a lower grounds on a hely. Én a ground floor-ra tippelek, tök mindegy, mert egyik helyre se tud lejönni Jimmy. És annyi a lényeg, hogy innen jössünk ki biztonságban. Jó. Itt megtörtént már velem az egy párszor, hogy itt kifele menet, itt van egy sarok, és megtörtént már velem, nem egyszer, körülbelül négyszer vagy háromszor ebbe a végjátszásba, hogy oda megyek a sarokra, nincsen senki. Elfordulok, és visszahúzza a kamerámat a játék, és megöl Jimmy mögöttem. Szóval ez valami teleportálós bug szerintem, mert... Tehát ja. Jó. Addig nem megyek ki, ameddig nem hallom a hangját. Úgyhogy itt leszünk egy évet. Ez az volt. Ez a jelünk, hogy mehetünk. Itt. Ez a bagos sarok. Jó. Nem bagolt be, mert most nem úgy spannolt oda. Most ott volt. Egy baj van, most kérlek szépen ne kapjál. Most ránk fogja rontani az ajtót. Isten adja, hogy ne kapjon el. Nem rontja ránk az ajtót, jó. Akkor most valószínűleg visszafele is el fog majd menni. Igen. És akkor most megint várjuk, ameddig halljuk a hangját. Tehát majd egy év múlva jelentkezek megint. Jó, nem így gondoltam, hogy halljuk a hangját. Távolabb. Mehetünk. Ez volt a jel. Vége, nyertünk. Kivittük, ez vége. Ground, Jézus Istenem, ki tudtuk vinni az Dead of Night-ot. Ground. Hogyha nem ez a kiárat, akkor a lower grounds-ra kell menni, tök mindegy, mert a ground floor-ra nem tud lejönni Jimmy. Tudtam már. Kérlek, mondd Istenem, hogy ez itt a kiárat. Lower grounds. Úgy tűnik, hogy indulunk a lower grounds-ra. Mert tehát nem itt van a kiárat, vagy pedig az a fém ajtó hátul, de tök mindegy. Jimmy elvileg nem tud már elkapni, ez megnyugtat. Jézusom, szívem az most... Tehát ground floor? Mégsem lower grounds? Akkor a fémajtó lesz az.
Tehát erre tippeltem. Hotel exit key. Az öreg anyád, Jimmy. Ez. Fix info. Kijutottunk. All your friends got away safely. You completed at dead of night. Boldog vagyok. Nagyon is boldog vagyok. Köszönöm szépen, hogy ajánlottatok ezt a játékot, ez egy hihetetlenül jó, ez egy hihetetlenül jó tapasztalat volt, tehát végig tapasztalni, végig érezni mindent. Maya! Maya! Stop! Why do you keep making me do these things? Please just stop. Please, just stop it. You're always going to do it, Jimmy. I'm in charge. Not you. I'm in charge. Na, Anyu, az egy látomás volt-e? Tehát Hugo Punch nem halt meg? Nem, meg kellett, hogyha... Nem. Jimmy azt mondta, hogy... Jimmy azt mondta Rose-nak, hogy... Vagy... Tehát, hogy... You couldn't succeed. Mindenkiben lakozik egy olyan saját magunk, akit nem ismerünk. Beszél hozzánk az álmainkban. És elmondja nekünk, hogy hogyan lát ő minket, ahogyan mi látjuk magunkat. Valami ilyesmi. És látod őket. Engedd lefele a székem, én ezt kivágom. At dead of night. Lehet látni az éjszaka sötét halálakor. Olyasmi. Nincsen pontos magyar megfelelője. Jézusom. Hihetetlenül jó játék. Minden egyes centet megérte. Mindenkinek tudom ajánlani, aki szereti a tényleges horrort atmoszférával. Nem csak az volt benne, hogy jumpscare-ek. Nem. Ki volt építve a félelem faktor. És mindig megvolt benne az, ami azt hozta fel bennem, hogy jó, akkor játszunk vele tovább. Nem az volt, hogy ezt már nagyon-nagyon sok ideje csináljuk, és mindig ugyanaz. Valahogyan nem lett monoton az, hogy 6 órán van ebben a játékban nagyjából. Nagyjából 6 óra alatt játszottam végig. Nem lett monoton a 6 óra alatt az, hogy hotelszobára mentünk. Valahogy. És sikerült a játéknak megcsinálni. És érdekes volt minden egyes spirit storyt kitalálni, és érdekes volt összefűzni a storyline-okat. Ez egy hihetetlenül jó játék. És iszonyatosan félelmetes is. Nagyon remélem, hogy ennek talán lesz folytatása, nem tudom. At Dead of Night 2 mikor? Na mindegy. Akkor én köszönöm szépen a figyelmet ebben a sorozatban végig, és akkor holnap jövök az Outlast-tel. Csösztök! Bruh.